Sziasztok, Gulyás András vagyok, és a leges legújabb Eyeshan sorokkal érkeztem, nem foglalkozva a divatos trendekkel. Folytatjuk tovább azokkal a bölcsességekkel, amelyek megtalálhatók az eyeshan.hu-n. Ha arra rákerestek, hogy eyeshan.hu, ezek a sorok ott olvashatóak, és akkor csapjunk is bele. Abban a kérdésben, hogy milyen a nő, ne hallgass senkire, mivel a nő akkor is nő, ha csak levegőt vesz. És pont abban a formában tökéletesen nő, ahogy van. Viszont tételezzük fel, hogy ott tartasz, hogy valamiért nem akarod, hogy vagy tudod elfogadni önmagad, és szeretnél változni, vagy változtatni. Ebben az esetben az lenne a javaslatom, hogy egy picit nézz körül a világodban, ki az, akit annak tartasz, akiről vagy akiből azt érzed, hogy számodra olyan tulajdonságokkal, viselkedési formával rendelkezik, lehet akár színész is, amiket szívesen magadénak tudnál, amit szívesen beépítenél az életedbe. Abban az esetben pedig, ha megtaláltad, legyél minél többet a közelében. Figyeld minél többet, mivel másolásra vagy a közelében szinte magától elsajátíthatod. Beépül az életedbe, a személyiségedbe mindazt, amit benne nagyra tartasz vagy elismersz. Történetesen a mostani személyiségünket is pont így építettük fel gyermekkorunkban, a szüleinket, a környezetünket, vagy épp a példaképeinket figyelve, utánozva. A férfiaknál ez így pont ugyanígy működik, írja Elsa. És egy kis verssel folytatódik, szeretjük a verseket. És olyan gyermeki. Ma rossz leszek. Elhatároztam. Senkinek nem köszönök. Az oviban verekedni fogok, meg egy tányért összetörök. Zsuzsi haját meghúzom. Laci rajzára odafirkálok. A várat feldöntöm. Lehet, hogy ezért majd sarokban állok. De ma akkor is rossz leszek. Olyan rossz, mint soha. Fog majd csodálkozni az egész óvoda? Foglalkozás alatt mindig felállok, mindenbe úgy is belekiabálok. Az ebédet nem fogom azért se megenni. Hiába biztat majd az óvónéni. Még az is lehet, hogy kiöntöm a vizet. A mosdóban folyton pacsálok, kinyújtom a nyelvem az alvás helyett az ágyon ugrálok. Még sosem voltam rossz, ezért észre se vesznek, de jó annak a sok nagyon rossz gyereknek. Az óvónéni egész nap beszélget velük, lefoglalja őket, hogy ne legyen idejük rosszalkodásra, meg semmi másra. Velük mindig beszélgetnek, meg feladatot kapnak, hogy ügyesek legyenek. Az a szörnyű, akkor ez dicséretet kap, ha nem csinál semmi jót, ha csak egyszer szót fogad. Én mindig jó vagyok. Ma is azért is rossz leszek. Szeressenek engem is úgy, mint egy rossz gyereket. Ez már szinte József Attilai. Na, egy komolyabb. Boldog voltam, tagadhatatlan. Ez azt hiszem melletted szól, ahogyan az is, hogy a falaimat felengedtem. Igen, ez is talán melletted szól. De felébredtem, és minden, ami melletted szólt, olyan könnyen tovasszált, mint az ígéreteid és a vasárnapi ébredések. Egyek voltunk. Igen, ebben is igazad van, plusz pont oda. De hol voltál akkor, amikor kellett volna? Hol voltál, amikor az első éles kanyarban számítottam rád, de úgy zuhantam neki az oszlopnak, mint kezdő hokis a jégpályán? Várj, megint igazad van, ott voltál, amikor meghoztad a döntést kettőnkről, hogy jobb lesz ez így neked, jobb lesz nélkülem. Ott voltál akkor is, amikor meghoztad a végső ítéletet, de
Te nem voltál ott, amikor az utolsó szó jogán elmondtam volna én, hogyan érzek. Pedig az utolsó szó mindenkinek kijár. Nem voltál ott, kellemetlen lett volna neked. Semmi baj, igazad van. Nézzük el. Nem voltál ott, amikor éjjelente nem aludtam, mert tudtam, már senki sem vár. Nem voltál ott, amikor még ott voltál bennem, legbelül. És a baj csak az, hogy most itt lennél, de a minden belőlem számodra mostanra már tova tűnt. Hát tova tűnt. Nézzük, van-e még. Van bizony. Megmondják ám majd neked, hogy szerintük mi a jó a zene, és mit kéne hallgatnod. Megmondják ám majd neked, hogy szerintük mi az erkölcsös, helyes viselkedés. Sőt, minden korosztályban megmondják ám majd neked, hogy szerintük épp mi a trendi divat, és hogy mit viselj. Megmondják ám majd neked, hogy szerintük mikor és hol engedheted meg magadnak a hangos nevetést. Megmondják ám majd neked, hogy szerintük mi lenne neked a legjobb. Megmondják ám majd neked, hogy szerintük milyen a helyes. Jó, szeretet vagy szerelem. Megmondják ám majd neked, hogy szerintük hogyan élj az elvárásaik szerint. Na és most jövök én. Figyelj rájuk, hallgasd meg őket, mosolyogj egy jót. És csinálj mindent úgy, ahogy akarod, ahogy számodra a legjobb, a legboldogságosabb. Minden ott van benned, csak figyelj egy kicsit magadra, és tudni fogod, hogy mit és leginkább hogyan a legjobb a számodra. Már csak egy csipetnyi bátorság kell hozzá, hogy meg is tedd. De nyugi, az is ott van benned, szóval menni fog. Tedd meg magadért. Ez nagyon jó. Hát, meg kell tenni magunkért. Remélem, soha nem unom meg bámulni a vonuló felhőket az égbolton, csodálni a nyári zivatarokat, vagy reggelente az olvadó krémet nézni a kávéban. Remélem, soha nem fogok olyan emberré válni, aki már nem vesz észre ezeket a gyönyörű csodákat. Hát most kisütött a nap, ezért is jók a fényviszonyok. Hála jó Istennek! Uha! Figyelj, ez erős lesz! Tedd meg! Állj fel és tedd meg azt a következő átkozott lépést. Mindent és bármit is, hogy egyben tartsd magad, hogy boldog légy, vagy épp elérd a célod. Tudd, hogy iszonyatosan sokan figyelnek csendben, na nem azért, hogy támogassanak, szurkoljanak, vagy épp hajrázzanak neked. Sajnos nem. Hanem leginkább azért, hogy mikor törsz meg, hogy mikor adod fel, hogy mikor vehetnek részt abban a bizonyos gúnyos mosollyal a szájuk szegletében, és önelégülten, mert mondjuk ők feladták. Ők sem bírták, ők nem akarták, vagy még csak meg sem bírták, merték próbálni, érted? Szóval dönts! Megadod nekik az örömöt? Vagy azt mondod, amit én is? Fuck the world. Csak azért is folytatom. Magamért. És persze pukkant tesz egy pezsgőt. Drága gyerekszáj, anya, mikor te lefekszel aludni, kivel bújsz össze? A párommal. Őt öleled? Igen. Ő a te alvos mackod? Ez nagyon jó. Van még. A francba velem valami gáz van, amivel folyamatosan azt látom a világban, hogy szinte mindenki kőkeményen azon dolgozik, hogy komolyan vegye magát és az életét. Hát, én pedig nem akarok, sőt, biztos, hogy nem is leszek ilyen, mert akkor elvész a lényeg. Számomra a lényeg az, hogy élvezzem az életem, hogy jókat nevessek, táncoljak, egyek, hogy boldog legyek.
vagy épp merjek piszkosul nagy őrültségeket is elkövetni. Tudod, történetesen én szeretem az életem játékként és kalandként, vagy épp misztérium játékként át és megélni. Mi a franc értelme van, ha állandóan csak panaszkodunk, jajgatunk, drámázunk? Tessék abba hagyni. Válaszd a boldogságot, a zenét, a táncot, a nevetést, a szerelmet, vagy mindazt, ami előidézi benned azt a bizonyos huncut elégedett mosolyt, az életigellést. És végül, de nem utolsó sorban, soha ne felejts el adni hozzá egy kis pezsgőt. Szóval lehet pezsgőzni. Szilveszter után is bőségesen. Sziasztok, ennyi volt az Aishan, és igyekszünk vissza az új videóval. Sziasztok, jók legyetek!